A dombovári Dis sporttelep ezután Újvári Kálmán nevét viseli, az átnevezéssel kapcsolatban Toba Gábor dombovári képviselő kereste meg a családot, akik támogatták kezdeményezését. Miután a képviselőtestület elfogadta, hétvégén került sor a dombovári futball fejlődésért kiemelkedő munkát végző labdarúgó edzőről elnevezett sporttelep ünnepélyes névadójára. Körülbelül másfél éve fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, mikor komolyabban kezdtem el foglalkozni a dombovári labdarúgással, hogy ennek a pályának igazából nem volt gazdája, úgy, ahogy nevese. És mivel a város egy igen központi helyén fekszik, ezért elhatároztuk, hogy a megye egyes meccseinket is itt szeretnék játszani, de hát akkor már illene egy nevet is adni ennek a létesítménynek. A sporttelepen felújításra került az öltöző, míg az újonnan elnevezett Buzánszky Jenő sportkomplexumban egy műfűves pályát adtak át, melyet TAOS forrásból valósítottak meg, mondta el Tárnok Zoltán, Dombovár sportreferense. A beruházások nagy részét azt a Dombovári Focisúli Egyesület közreműködésével, illetve a Dombovár Város Önkormányzat közreműködésével valósítottuk meg. Ezek TAOS forrásból tudtak elkészülni. Ünnepélyes névadó és műfűves pályaavatás volt az egykori hemi sportcsarnoknál is, amelyet a dombovári születésű 49-szeres magyar válogatott labdarúgóról, Buzánszky Jenőről neveztek el. Nekem tulajdonképpen személyes kapcsolatom is volt Jenő bácsival, többször mi meghívtuk ide, itt a sporttelepen is találkoztunk, elfogadta nekünk ugye a meghívását. Mostanában pedig ugye a fiával vagyunk kapcsolatban, ő pedig lelkes támogatója, főleg az OVI foci programnak. Dombováron a sportlétesítmények elnevezésénél fontos szempont, hogy a városhoz kötődő olyan személy nevét viselje, akinek életében a sport kiemelt helyen szerepelt.